Idén második alkalommal tartja meg Biatorbágy hangja az Erkel Ferenc Kamarazenekar saját szervezésű összművészeti fesztiválját július 7-e és 9-e között. A második szombati napon már délelőtt 11 órakor kezdődnek a programok. Elsőként Illési Erika hegedűművész és az Erkel Ferenc Kamarazenekar közreműködő művészei várják a zeneszerető gyerekeket és szüleiket a Faluház nagytermében, ahol a játék, a zene és a mese találkozik majd. Mindeközben a nap folyamán a zenekar tagjaiból alakult együttesek csapatai adnak villám koncerteket a város 8 különböző pontján. A további programoknak délután 5 órától szintén a Juhász Ferenc Művelődési Központ nagy terme ad helyet. A Távolból Petőfi Dalairól című program során a neves irodalomtörténész és Petőfi kutató dr. Reisinger János hozza el különleges megközelítésben a költő jól ismert műveit. A program során közre működik a Barkaróla Kvartett is. Fél héttől az Édes Szájú, aki lesz a terep. A fesztivál hagyományos süti mustráján ezúttal Paulai Katalin EFKZ Gömb Fantázia névre hallgató édességét kóstolhatják meg a biatorbágyiak. Aki esetleg lemaradna a programról, annak sem kell aggódnia, hiszen a gömb városunk cukrászdáiban is kapható lesz. Este 19:30-tól a fesztivál névadóinak nagy koncertjét hallgathatják meg a zene szerelmesei, ahol többek között Bojki András Miért épp Június című darabja is elhangzik. A nap zárásaként Bojki László, zenész, író és mentálhigiénész szakember tart előadást az emberi lélekről este 9:30-tól. A résztvevők lélekúrjainak megpendítésében Bojki Sára énekművész működik közre.